Sziasztok, én Márta Bence Benito vagyok, ez pedig a Nem Futball Kálcsó Podcast. Hosszú idő után jelentkezem újra, viszont örömmel mondhatom, hogy az egyik kedvenc beszélgető partneremmel, Bamstock Tibivel ülök itt. Szia Tibi! Hello, hello! És köszönöm a meghívást! Örömmel bármikor! Ebből ugye az is következne, hogyha már a Nem Futball Kálcsó Podcastben coming out-oltál, hogy a Milánnal fogunk foglalkozni, de ez nem teljesen igaz, mert most egy kicsit, egy ilyen sorozatba fogunk belekezdeni, végigvesszük az egész szezont, és olyan emberekkel szerettem volna először beszélni, akivel nem csak a kedvenc csapatáról tudok beszélni, hanem az egész bajnokságról. Az első kérdésem az ez is egyébként, hogy ugye itt a felületes szemlélőknek, akik, ugye gondolom neked is, neked szegezték 200-an a kérdést, hogy mi ez a nagy reneszánsz az olasz futballban, hogy itt 5 csapat elődöntőben, 3, mindegyik sorozatban ugye döntő. Hát itt nincsen szó ilyen nagy felbuzdulásról, ezt megbeszélhetjük, de milyen volt összességében ez a szezon szerinted? Hú, nagyon nehéz. Erre azért nem készültem, mert azt hittem, hogy ezzel jössz, hogy akkor most tényleg reneszánszát éri az olasz foci. Nem. Mindjárt oda is elérünk, de először csak egy ilyen impresszió. Teljesen egyértelmű, hogy nem. Nagyon meglepő, mert a Napolira szerintem nem csak én, hanem vannak még itt a szobában rajtam, vagy van a szobában rajtam kívül is olyan, aki nem számított, hogy ennyire jól fog teljesíteni. A többi csapattól egyébként bármilyen furcsa lesz talán, amit mondok, azt lehetett kapni, amit vártunk. Tehát, hogy a Juventus azért eredményességben mindenképpen előrelépett az előző szezonhoz képest, a Milán visszaesett szerintem körülbelül arra a szintre, ahol egyébként reális a csapat teljesítménye, és az Inter jelen pillanatban a második legjobb olasz csapat. Ezt nem tudtuk a szezon előtt, tehát hogy ez a része ez talán meglepő, de a Napolit, hogyha kivesszük a képletből, akkor én azt gondolom, hogy körülbelül az jött, amit vártunk. A Lazio az egyetlen, amelyik egy nagyon-nagyon komoly és pozitív meglepetés, de ez tökéletesen, hogyha már a fővárosban vagyunk, ellensúlyozza a másik csapat. Úgyhogy végül is a római mérleg az teljesen ugyanott maradt. De bele fogunk menni külön is mindegyikben, mert annyi minden jutott eszembe, hogy itt hallgattalak. Minek volt szerinted köszönhető ez a kiváló európai szereplés, mert ez abszolút kiváló volt? Hát elég mélyről, meg messziről kell indítani szerintem. Tehát az egyik az, hogy azért az elmúlt években elég sokszor fordult elő az, hogy ellentétben az idei évvel és az idei szezonnal, az olasz csapatoknak kimondottan bal szerencsésen alakult. Mind sorsolás, mind pedig mondjuk itt a meccsek alakulása szempontjából az európai kaland. Elég, hogyha csak egy szezonnal visszább nézünk, hogy ott a Milánnak volt egy borzalmas csoportköre, amiben egyébként a meccsek többségén jobb volt az ellenfeleknél, leszámítva a Liverpool elleni oda-visszavágót, de mondjuk az Atletico Madridnál szerintem jobban teljesített azokon a meccseken, és aztán kiesett. Volt a Juventusnak egy olyan meccse Villarreal ellen, ha jól emlékszem, amin egyébként kimondotta jól focizott a Juventus, kiesett. De nem ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy az olasz csapatok azok sokkal inkább elkezdtek az elmúlt években eurofoci kompatibilissá válni. Ez már azért régebbi folyamat. Így van, tehát azért mondtam, hogy mélyebbre meg messzebbre érdemes menni, mert hogy ez nem tavaly kezdődött, meg még talán nem is 2 éve, de nem több, mint 3-4 éve, azt gondolom én. Tehát, hogy volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor ez kevésbé volt jellemző. Ehhez kellett egy kicsit az egyébként, hogy történjen olyan szemlélet meg kultúraváltás, ami most éppen folyamatban van Olaszországban. Tehát, hogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy 10 évvel ezelőtti szériában osztottak volna lapot Roberto De Zerbinek, Vincenzo Italianónak, azoknak a feltörekvő új nemzedék Dionizinek, azoknak az új nemzedékbeli edzőknek, akik most szerintem tökéletes szinten vannak. De Zerbi ugye most már, én azt gondolom, hogy tovább lépve a Premier League-ben is sokszor oktatja a mezőnyt, de Dionizi a helyén van, Italiano most a helyén van, és Palladino, és még lehet sorolni azokat az embereket, akiket mi focistaként mind ismertünk, és akár még szerettünk is, és akkor most én könnyes szemmel nézzük, hogy ott Zakóban vagy, nem tudom, miben áldogálnak Azt mondod, hogy öregek vagyunk? Nem. Hülyeség. Na de várjál, miért nem csapjuk hozzá
Simone Inzaghit és Stefano Piolit is. Mert ők szerintem már nem ehhez az edzőgenerációhoz tartoznak. Tehát ők még mindig ahhoz az edzőgenerációhoz... Futball szemléletüket tekintve sem? Futball szemléletüket tekintve azért tartoznak ehhez a generációhoz, mert egy progresszíven működő klubmodellben alkotnak. És én szerintem ott az inkább így működik. Vannak olyan esetek, mint ami a Sassuolónál hosszú évek óta megfigyelhető, hogy ott is tudtak egy progresszív klubmodell alapján építkezni. A Milánnál, az Internél, a Juventusnál ez nyilván sokkal kockázatosabb, mert most nem akarok senkit megsérteni, akinek a szíve a Sassuolóért dobog, de hát azért egy gyökértelen projektcsapattal sokkal könnyebb bűvészkedni, mint egy olyan mamuttal, mint a Juventus. Ott nem lehet egyből nekirontani a falnak, és olyan döntéseket meghozni, amiket meghoztak ezeknél a csapatoknál, vagy akár még az ennél kisebbeknél. És szerintem ezt látva a nagyok is lépésre szánták el magukat, és hát majd, hogyha beszélünk a Milánról, akkor ott például ez a klubmodell, ez most olyan, mint az angol középcsapatoknak a klubmodellje, de olasz szinten kimondottan működőképesnek bizonyul, és kilép talán abból a, hát ilyen általánosnak mondható olasz mederből, amelyben csordogált klubmodell szintjén az olasz futball nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül. Tehát, hogy megpróbálom lerövidíteni ezt az egyébként nagyon-nagyon hosszúra nyúlt választ, hogy minek köszönhető... Nem, úgyis a Milánnal fogjuk kezdeni mindjárt. De hogy minek köszönhető ez az európai fellendülés, ez leginkább egy jól kijött évnek, meg annak, hogy egyébként az európai szintéren elég sok olasz csapat játszik kompatibilis futballt azzal, ami jelen pillanatban a modern foci elvárása. Ehhez én még hozzátennék egy dolgot. Jelesül azt, hogy azért a szerencsének nagyon nagy szerepe van ebben. Tehát nézzük meg, hogy a Juve vagy a Róma milyen csapatokon keresztül jutott el a döntőig. A Fiorentinát is mondhatjuk, de ott valójában nincsenek nagyon erős csapatok, amiket egy Fiorentinától ne lehetne elvárni, hogy legyőz. Ki is kaphattak volna, mondjuk akár a Bázeltől az elődöntőben, ott rezgett is a léc. De ez igaz a Milánra is. Nem igaz a Nápolira, de Nápolit nagyon érdemes ketté venni, mert mondjuk így márciusig láttunk egyfajta Nápolit, és aztán kb. Március-áprilistól kezdve egy egészen másik csapatot. És aki szerintem kiemelkedik ebből a társaságból, az Inter, mert ők egy bittang rohadt nehéz úton mentek végig. Egyébként az olasz kupán is, tehát ott is nehéz volt a sorsolásuk. Azt mondod, erősebb volt a záguk, mint a Fiorentina? Én azt mondom, ezt merem vállalni, hogy egy kicsivel erősebb volt. Nem is tudom, hogy a 8-ba, vagy a 4-be, nem, a 8-ba kit vert meg a Fiorentina. Torinót talán, hát, nem tudom, valami ilyen. Igen, utána a Cremonese... Hát az elődöntő volt. Tehát a Cremonese ellen elődöntőt játszani, az azért egy bizonyos szintű mázlit feltételez. Főleg úgy, hogy a Cremonese addigra már egy hónapja kiesett körülbelül. De az Inter szerintem mindenképp szót érdemel, mert ők viszont bitang nehéz csoportból, és... Hát bitang nehéz csoportból, utána azért mondjuk a Porto-Benfica páros az, hogyha mondjuk akár 3-4-5 éves távlatban nézzük, akkor azt fölírná az orvos. Volt benne, annyiból mázli volt, hogy sokkal nehezebb dolgok lett volna a tavaszi, vagy az őszi Benfica ellen, mint a tavaszi ellen volt. Ott valami eltört, de ott látszott is, hát féltávnál... Igazolt Enzo Fernández. Például. Nem tudom még, hogy mik történtek, de ott az egy teljesíthető feladat volt tavasszal, ősszel sokkal nehezebb lett volna, tehát ennyiből volt mázliuk, de azért ez minden volt csak könnyűen. Főleg abból a csoportból, amivel évek óta az Inter iszonyú nehéz csoportokba kerül mindig, és beléjük is ragad, még akkor is, amikor vannak olyan jelek, hogy esetleg megoldható lehet ez a helyzet. De most idén nem, és szerintem, ha nem is csak a BL-re vonatkoztatva, hanem az összes kupa sorozatra, a kupa jellegű sorozatra, és ide vehetjük a szuperkupát is, bocsánat, akkor azért Simone Inzaghi előtt szerintem nagyon le a kalappal. Abszolút, hát különösen úgy, hogy azért meg lehetősen ellen szélben kellett úsznia sokszor, hogyha itt a sajtót is nézzük. Január környéke volt az? Január-február környéke, amikor még nem indult újra a Bajnokok Ligája, amikor többen gondolták azt, hogy neki igazából ez túl nagy ez a kabát, amit ott Milánóban fel kellett töltenie. Miközben egyébként azt lehet mondani, hogy
Én azt gondolom, hogy nem volt annyira látványos az Inter játéka, mint az előző szezonban. Mert az előző szezonban kimondottam, szép, ennél szebb focit játszott az Inter. Ami érdekes, és ami szerintem Inzaghinak a legnagyobb erénye, most itt mindenfajta taktikától, meg mindentől elvonatkoztatva, bár nyilván összefüggésben van ezzel is, hogy nagyon-nagyon sok játékosból ki tudta hozni a maximumot. Tehát én azt gondolom, hogy Lautaro Martinezből azt hozta ki a maximumot, hogy ő csapatkapitány lett, nagyobb felelősség került a vállára, meg kihozta a maximumot, szerintem ebben nincsen kétség. De azért az nem volt alapvetés, hogy a 48 éves Dzekóból, meg az ugyanilyen korú Mkhitaryanból ki kell, hogy jöjjön a csúcs ezen a szinten akár. És hogy nem Acerbit mondod elsőnek. De Acerbi is tökéletes. És most, ha végigmegyünk ezen a csapaton, akkor azért több 30-on fölül itt találunk kulcsemberként, mint aki mondjuk itt a pályája elején fickándozik. De hát én ugye ezt már szerintem neked is mondtam többször, meg ez mindig egy ilyen döbbenet számomra, hogy Di Marco az miért ebben a korban került elő? Igen, tehát, igen, tehát, igen, vannak ilyenek. Én úgy gondoltam, hogy figyelem az olasz focit, meg igen. Tisztában vagyok az, hogy kik a tehetségek, meg ugye a sajtó szokott is írni ezek olyan szuper tehetség, amit tudom, Anconában, vagy nem tudom hol, és akkor úgy elkezdett figyelni, hogy na, de hogy ennek a csávónak milyen ballába van. Igen. Hogy ez hogy nem tűnt föl korábban? Igen. Hát most lehet, hogy túlzok, de Di Marcót először 23 évesen láttam játszani. Kb. Igen. Na jó, de Francesco Caputo, a későn érők Messi első például, idén is begurított egy 10 fölé valahova. Igen. Tehát, hogy... Jó, de hát persze nyilván lehet, Politano sem a 17 évesek között igen. tűnt fel először, vagy... Olyan, ott nagyon csípen, nagyon sajnálom, szerintem benne sokkal több van, mint amit látunk. Igen, de lehet mondani Tonyt, vagy... Na mindegy. Szóval, értem, persze. Csak hogy Di Marco például most az olasz válogatottnak is erőssége. Igen. És az Internek is erőssége volt igen. ebben. Ez az, ami szerintem nem volt kétség azzal kapcsolatban, hogy őt vagy Gozenst kell játszhatni. Ó, persze. Hát annyiból, hogy azért őszig, vagy nem őszig, hanem az őszi szezonban, meg a tavaszi szezon elején is még... Azért utol kellett érnie magát, tehát látszott, hogy mindig ilyen 60. perc környékén úgy elfogyott, mintha elvágták volna, és akkor, na akkor volt mindig bajban az Inter. Szerintem többek között ez is az oka annak a kettősségnek, amit láttunk a bajnokságban az Intertől, és láttunk a kupasorozatokban, mert a bajnokságból, ha csak abból indulunk ki, 11-12 vereség, vagy valami ilyesmi. Tehát az 12. Én is azt hiszem, hogy 12 lett a vége, hát az brutális. Oké, még úgy is, hogy egy idő után már látszott, hogy tehát szerintem a Serie A mezőnye kb. Ilyen március közepére olybá vette, hogy oké, akkor Napoli meglépett, és ilyentől kezdve az első négybe kell odaérni, azt azért lehetett sejteni, hogy kik fognak odaérni. Igen, volt egy kis versenyfutás, hogy ki tud a legjobban lemaradni. Igen. Igen. Az időszakban. Igen. És igen. Ebben a Milán például nagyon jól teljesített. De... Na majd mindjárt beszélünk róla, de még az Interről egy gondolatom van. Azért tartom én Simone Inzaghit nagyon-nagyon sokra, ezután, a szezon után, mert nem csak a koruk volt nagyon fontos ezeknek a játékosoknak, hanem az is, hogy egyikük se kezdőbe jött. Acerbi nem a kezdőbe jött, ő De Vrij cseréjének jött, vagy ha esetleg De Vrijt valaki elvinni. Ahhoz képest kiszorította. Mkhitaryan ugyanez, ő is cseréne, ő azért jött. Szerintem nem, de bocs, csak annyi, hogy itt kell közbeszélnem, szerintem ő Skriniar pótlására érkezett már valamelyest. Tudom, hogy nem ugyanaz a poszt, csak hogy ugye kellett egy belső védő, és akkor ki elérhető, kit ismerek, ki az, akit mondjuk viszonylag könnyen be tudok építeni a saját rendszerembe, és így jöhetett, én azt gondolom, szóval Acerbi. Igen, de mégse játszott ott, mert De Vrij játszhatott volna középen, és akkor lehet, kiválthatta volna, mert Skriniart alig láttuk idén játszani. Jó, de mondjuk ez most annak ellenére, hogy már tudtuk nagyon-nagyon korán, hogy ő távozni fog, azért nem volt alapvetés, hogy ez így lesz. Mert Skriniar egyébként akkor, amikor már lekerült róla a csapatkapitányi karszalag, és már tudtuk, hogy el fog menni, meg akkor már itt voltak ezek az egyéb érzelmi töltetek, amelyek nyilván befolyásolhatják elég erősen egy focista pályafutását. Én szerintem nem befolyásolták olyan mértékben az ő játékát, hogy az, tehát nem az történt, hogy akkor összezuhant, és teljesen használhatatlan, semmire kellő védővé változott volna. Igen, nem is értem, mert például Gallardinit meg tök sokat láttuk, pedig azt is lehetett tudni, hogy ő is elmegy, plusz ő még szar játékos is, mert egy egészen döbbenetes dolog volt ez. Emlékszem, mindig nagyon vicces volt, néztem a meccseket, és
beállt 60. perc, csere, bejön Gájárdén, és tudtam, hogy 2 percen belül Csáki Csabi rám fog írni, hogy már meg nem hiszem el, és általában így is volt. De csak, hogy a gondolatot folytassam, Mkhitaryan ugyanez. Ő azért jött, hogy ugye, nem tudom Aszlánival mi történt menet közben, de hogy ne csak a 6-osra, hanem a 8-asra is legyen egy olyan cseréje Inzaghinak, akire rá lehet bízni fél órát, vagy kezdőként 60 percet. Hát Jacob nyilván ugyanez, pont, szerintem ez egyik legalul értékeltebb 9-es kb. Az 5 topligában, de mindegy. És akkor még van egy csomó olyan ember mellette, akiktől szintén nem vártál, tehát Darmiántól mit vártál őszintén? Hát nem az, hogy ő lesz az első számú jobboldali belső védő, tehát hogy ez... Converted back, ugye, ebből a szempontból, mert ő ugye azért vitte el a Manchester United annak idején, mert jobban és baloldan is elég jól tud játszani. Szárnyvédőt. Ahhoz képest, ugye, szóval hihetetlen, és hogy ezek a dolgok ennyire működtek, ez szerintem Simone Inzaghi. És akkor itt köthetünk vissza, mert őt is, ahogy mondtad is, a világnak a végére kívánta mindenki, amikor, nem tudom, ilyen Monzák meg Sassuolók csapkodták meg őket, és ugyanez volt a helyzet Stefano Piolival is, aki szintén ment a Pioli autózás. Szerintem mind a két edző jó munkát, hogy mondjam, Pioli jó munkát végzett, Inzaghi meg kiválót. Igen, de én megmerem kockáztatni azt is, hogy Pioli kiváló. Mielőtt áttérünk a Milánra, csak annyit tényleg az Interről, hogy teljes legyen a kép. Tehát valóban nagyon sok volt ez a vereségszám, meg nagyon sok volt a ponthullajtás a bajnokságban, ami mondjuk ezzel a kerettel talán kevésbé indokolható, de nem sok olyan meccset tudsz nekem mutatni, ahol az Inter rosszabbul játszott az ellenfelénél, még a vereséggel végződőknél is. Tehát, hogy azoknak azért mondjuk a kevesebb, mint a fele volt olyan, amikor most tudom, hogy hülyeség ezt mondani, hogy megérdemelt volt a vereség, de amikor tényleg a játékképe, meg egyébként a taktikai felkészítettsége a csapatnak azt indokolta, hogy itt belálljon a földbe az Inter. Úgyhogy ez csak ahhoz, hogy kiváló munkát végzett Simone Inzaghi, mint egy adalék szerintem érdemes hozzáfűzni. Jó, ja, mondjad be. Nem csak, igen, ebben van igazság, tehát idén is voltak olyan meccsei, amilyen megmagyarázhatatlanul felborult a pálya, és végig kolbászolt egy béna gyerek, és rugott egy gólt, és azzal megnyerték. Ez jellemző egyébként, de szerintem ez történelmileg is jellemző az Interre, hogy ilyen dolgok történnek velük, de idén azért, tehát a bajnokságban nyertek is olyan meccseket, amiken szörnyűségesen szarul néztek ki, és ilyen nagyon durva szélsőségek között mozgott. Tehát például, ahogy indult az év, ugye január 6-án úgy kezdődött a szezon, hogy megverték a Nápolit, de gyönyörűen. Tehát úgy, ahogy ezt a Nápolit meg lehetett verni, és az még nem a tavasz végi Nápoli volt. Hát ezt mi nem tudtuk előtte, hogy hogyan lehet megverni ezt a Nápolit. Igen, nehéz kérdés volt, megoldották, tök jól játszott az Inter. És akkor utána, meg egyből egy héttel utána, Monza talán, nem, az később volt, nem tudom. Ott valamikor kikaptak a Juve-tól, és például mind a két Juve-elleni vereség, az tök sima volt. Ez a pulzusom sem emelkedett meg. Mindegy, nem erről akarunk beszélni, sok mindenről akarunk, és leragadtunk az Internél, pedig hát most akarunk csak belecsapni a Milánba. Kezdjük a végéről, én azt mondom. Nagyon brutális az elmúlt két hétnek a veszteség listája. Nyilván más és más szempontból, mondjuk Berlusconi, Ibrahimovic, ezek nagyot sebző hiányok, de azért amit a legtöbbet mond szerintem a mostani helyzetről, az Tonali. Beszéljünk egy kicsit erről, mert nem vagyunk ezt hozzászokva, nem mintha nem az történt volna, hogy a Bournemouth simán ráígért, amikor Zaniolóért tepert a Milán, az is már azért egy beszédes dolog volt, meg nekem egy ilyen nagyon fájdalmas dolog, de ez most hogy van, mi történik? Nehéz, igen, tudom. Gyere, bújts ide a vállamra. Nagyon nehéz bármi okosat mondani Tonalival kapcsolatban, pedig van iszonyatosan sok gondolat kavarog a fejemben ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy azt, hogy ő nem ér 70 millió fontot, az szerintem hülyeség. Hogy a végén kezdjem, mert nyilván majd innen szépen vissza lehet fejteni nagyon sok mindent. Hát, hogyha nem ér 70 millió fontot az a játékos, aki a jelenlegi olasz U21-es válogatottnak a kapitánya, amelyik 23 éves korára olasz bajnok, amelyik 23 éves korára a Bajnokok Ligája elődöntős csapatnak a kulcsembere, és a posztján
némi elfogultság. Elképzelhető, hogy most azért jelentkezik abban, amit mondok, de a posztjának az egyik legjobbja, vagy a leginkább potens játékosa, az igenis megér annyit, mint Mihajlo Mudrik. És akkor itt érdemes egy kicsit elgondolkozni, de mondhatom Calvin Phillipset is, akit megvett a City, és az utolsó előtti fordulóig 4 perc játéka volt a Premier League-ben. Jó, 70 okay. millió font. Jó, csalnak is meg, undorít az egész modern foci, blablá, de Tonali és a Milan. Na, igen, szóval csak azt mondom, hogy ha innen nézzük, akkor tehát ez a, látom, olvasom nagyon sok helyen, hogy micsoda túlárazás volt, hogy 70 millió fontot kifizettek a Milánnak. Bocsánat, egyetértesz azzal, azt mondom, hogy a Milánban Sandro Tonali 70 milliós játékos, de sehol máshol nem lesz az. Hú, hát igen, de ez nyilván azért egy jó felvetés, mert a Newcastle-ben annak a Sean Longstaffnak a helyére viszik őt, aki egyébként meg Newcastle nevelés. Tehát, hogy akinek meg ott van nagyobb eszmei értéke, mondom, erre utaltál. Bányászlámpa volt a jele hobbiban. De Tonaliban az értékmévelő tényező a Milánban, hogy ő tényleg milános pizsamát hordott, meg ő amikor választási lehetőség kínálkozott előtte, hogy Inter vagy Milán, akkor a Milánt választotta. Most, hogy azoknak a híreknek fel kell ülni, hogy ő valóban könnyekben tört ki, akkor, amikor a klubnál közölték vele, hogy mégsem érinthetetlen, ahogy ő azt hitte, és hogy átadó listára teszik abban a pillanatban, hogyha olyan ajánlat érkezik érte, amilyen a Newcastle-től érkezett, azt nem tudom, tehát, hogy ezt nyilván csak azok látják, azok... De hiszed? El tudom hinni. Én is el tudom. Szeretném is elhinni, mert egyébként egy ilyen szentimentális alkat vagyok. Igen. Úgyhogy igen, és ez egyébként tök jól van, hogyha így van. Nem hiszem, hogy lesz lehetősége Baggio módra sírni, hogyha Milán ellen 11-est kell rúgni. De valószínűleg ő is fölvenné a földről az elé dobott sálat. És igen, a... és egy csókot lehelne. Igen. Az, na mindegy, de most nem menjünk be. Jó, de hát a legfontosabb ilyen emlék jutott eszembe, abszolút, ami az olasz futball történetéből adódik. Igen, tehát nem lesz egy Saul Campbell, aki végig sprintel a pályán, hogy nem is, Adebayor volt. Az ellenfél szurkoló jelöltünk. Nem, tehát hogy Tonali nem hagyta cserben a Milánt szerintem, ez nagyon fontos itt leszögezni. És ez az, ami a másik, ami szerintem Tonalival kapcsolatban fontos és megjegyzendő, hogy sok olyat olvastam szintén itt ugye az ára mellett, hogy hát, hogy az igazából nem is annyira nagyon jó játékos, mert a labdaszerzései száma, meg a megindulásai száma, meg a pontos passzok, meg egyéb. Nyilván igen, fontosak ezek a statisztikai mutatók, de aki valaha életében látta már játszani egyszer, akkor tudja azt, hogy milyen hatással van a körülötte játszókra. Tudja azt, hogy az ő elszántsága, az ő dinamikája, ami a játékában ott van, az milyen hatással van az egész csapatra. Hogy milyen potenciál van benne. Ugye még egyszer itt fontos hangsúlyozni, hogy 23 éves. Biztos, hogy okosabban kell futnia annál, mint ahogy fut még igen, most is. Igen, kicsit ilyen mislökölyköség. Igen, bár ebben még azért mindig szerintem jobban néz ki, mint akár egy vagy két évvel ezelőtt. De tehát ezt meg kell tanulnia, hogy a kaputól 70 méterre nem érdemes az oldalvonalnál sprintben odaérni, és kirúgni a labdát az oldalvonalon kívülre, csak azért, hogy ne tudjon folytatódni az ellenfél támadás egy totálisan irreleváns helyzetben. Ezekben helyezkedésben, egyéb dolgokban fejlődnie kell. De én, nekem volt szerencsém őt többször látni élőben, és rám mindig nagyon-nagyon erős benyomást tett az ő játéka, az ő jelenléte a pályán. Az, hogy többnyire most az elmúlt években angol csapatok ellen, a Liverpool meg a Chelsea ellen láttam a Milánt játszani, meg a Tottenham ellen, és ezek ellen a csapatok ellen... Azért... A Tottenhamet vegyük ki. Az akkor nem volt annyira rossz még az a Tottenham. Onnan kezdett, ott még top 4-es volt a bajnokságban. Hát ott kevesebb meccset játszottak, hogy ennyi volt, de bocsánat, azért a Tottenham ez mindig hozzá kell tenni, hogy egyenes kieséses meccs. Európában Antonio Conte vezetésével, az ugye mindig egy ilyen osztójel. És akkor... Nem, hát... mennyi volt a púzusod a Tottenham meccs alatt? Mind a kettő meccset nézve. 13? Hát nem tudom, mert kint azért megittünk pár, és az fölviszi elvileg.
Jó, de nem izgultad halálra magad, hogy jaj, a Tottenham, jaj, mi lesz? Nem, hát azért a végén ott majdnem egyenlített Kane egy fejessel. Tehát, hogy ott egy kicsit felment, de egyébként igen, tehát ezt jól megoldottam. Én csak annyit akartam mondani Tonalival kapcsolatban, hogy azért még mindig ő volt az. Egyébként Benacer mellett, tehát hogy ezt azért hozzá kell tenni. Hát ott lett vége mindennek, amikor Benacert levitték az Inter ellen. Igen. Aki mondjuk nyomás alatt is képes volt átvenni, elpasszolni a labdát, megindulni vele. És ez különösen úgy, hogy egyébként nézve a Milán többi játékosát, akik egyébként még jobban sztároltak, voltak az elmúlt években, mint például Kessié az előző szezonban. Én őt is láttam egyszerre Tonalival a pályán. Hát, hogyha ott azt mondták volna, hogy akkor számoljam ki, hogy melyikük, akkor az Edzpec kimehet, az Tonalira jött volna ki. Nagyon jó volt Kessié. Nagyon jó volt. És? De ezen a szinten sokkal több, ezt kimerem jelenteni, sokkal több potenciál van Tonalival. Persze, hát már csak a korából adódóan is. Mint Kessiében volt. Igen, meg azért más, tehát egy Zsoldos ez mindig más, mint egy ilyen mi fiunk borja. Ebben van leginkább igazad szerintem, hogy lehet, hogy Tonali önmagában nem egy világsztár játékos, de az ő játéka az nagyon sokat emel a mellette játszóként, és hogy szerencsés esetben ugye van mellette mondjuk egy Benacer, akinek egyébként is elég magas a szintje a játékának. Hát most egy Bruno Guimarães lesz, aki Benacer lesz. Na, ezt akarom kérdezni. Kurva jó játékos. Jó. Ezt gondoljuk egyelőre. Tehát még nem, ez mindig így van. Nem tudjuk, gondoljuk. Benni, azért ez a csapat oda jutott a Bajnokok Ligájába, Angliában. Oké. Nem. De ugye te is tudod, hogy az, hogy valaki máshol hogy néz ki, az aztán végképp semmit nem. Ja. Ilyen, főleg Olaszországban, főleg... Igen, itt egyébként Tonali esetében ez szerintem az egyetlen igazán fogas kérdés, hogy van benne lehetőség, hogy van benne esély arra, hogy ő abszolút top szintű játékos legyen, az nem kétséges. Az igen, hogy utolérje ugyanaz a betegség, mint mondjuk Scamaccát. Egy fokkal intelligensebb embernek gondolom Tonalit, mint Gianluca Scamaccát. Nem megbántva őt, de az, hogy Scamacca már játszott külföldön előtte, tehát neki voltak légiós évei, és hogy az első, hogy amikor visszatér az olasz válogatottba, mikor volt az első szünet? Szeptemberben? És hogy arról panaszkodik egy hónap után, hogy hát na végre akkor nem érzi magát egyedül. Az nyilvánvalóan abból fakad, hogy az olaszok, főleg mondjuk Anglia felé indulva, olyan szinten blokkolnak el a kulturális különbségek, a nyelvi nehézségek és egyéb dolgok miatt. De nem csak ott. Mondjunk jó olasz légióst. Hányat fogunk tudni összeszedni? Jó, oké, Zolánnak jól állt a Chelsea, hát, mert... Viallinak igen, nyilván. Viallinak is, mert igen, ez könnyen beillesztető volt. Zoláról mindig... Na mindegy, nem akarok bemenni, mert elvisz messzire, hogy Zola az igazából Maradona utód volt. Igen. És hát azért ő nem akárki, de nem tudsz, meg Bobo Vieirinek volt még a nem olyan rossz az időszak az Atlétikóban, ott lődözte Luca Toni, Ezében, Bayernben elég jó volt. Igen, nagyon sok. Meg aranycipős is talán, ha jól emlékszem. De nem sor, tehát most már lejjebben kell engedned a hangodat. Hát most igen, ezzel nagyon megakasztod a műsort, hogyha végig... Igen, de nem is. Tehát, hogy ez igen, a Tonali távozása miatt kérdezem. Hát Verratti azért egy egészen értékelhető pályázat. Jó, de Verratti... Igen, de kevésbé mondható az, hogy az olasz futballterméke. Soha az életében nem játszott a szériába. 19 évesen a Pescarából elment, így van. Már a feljutó Pescarából egyébként. Igen, hát jó, az mondjuk, az egy... Na mindegy, az egy jó is. Inszínyével, meg Immobilével. Igen, és még ugye Rugánival. Hogy el ne felejtsük a legnagyobbat is. Mi a bánat történik a Milánnál? Mi az, hogy most van tulajdonos, ebben tőkeerős tulajdonos, és nem azt látod, hogy előrefele építkeznek, hanem azt, hogy folyamatosan ilyen hadigazdálkodás folyik egy iszonyú erős brandnél. Miért van ez? Óvatosan merek bármit kijelenteni, inkább csak ami most elhangzik tőlem, az annak a nagy része elé oda kell tenni, hogy szerintem, meg hogy tipp a részemről. Olvastam nagyon sok ezzel kapcsolatos cikket, meg fejtegetést. Ugye az nem kérdés, hogy 2026-ig a Milánnak tartania kell magát egy ilyen konszolidációs megegyezéshez, amit az UEFA-val kötött,
megvan az, hogy a, ugye annak idején kizárták a Milánt 2 évre a nemzetközi kupa sorozatokból. Ezt egyre mérsékelték, úgy, mint a bűnözőknél 1 év felfüggesztette. És ugye akkor a financial fair play szabályainak megsértése miatt, ami hát egyébként vicces módon, igen, az előző kínai tulajdonos által elkövetett igazolásokból, Bonucci szerződtetéséből és még számos egészen kiváló transferből fakadt. Tehát, hogy én imádtam egyébként Lucas Bigliát, de tényleg, tehát én azt gondoltam, hogy jó igazolás lesz, de hát ugye azokat még hosszú éveken keresztül nyögte a Milán azokat a szerződéseket, amiket akkor kötött. Ezt így nagyon könnyű elfelejteni, meg az agy szerencsére törli ezeket a rossz emlékeket, úgyhogy én sem tudok már visszaemlékezni az összes ilyenre. Mindegy, ott akkor sikerült megsérteni a financial fair play szabályzatát olyan szinten, hogy a klub ellen eljárás indult, és ott ugye, amennyire lehet tudni, ott meghatározták azt, hogy éves szinten jelentéssel tartozik az UEFA felé, és nem 3 éves amortizációról beszélünk, mint ahogy a legtöbb klub esetében, ezért nagyon-nagyon rövid az a takaró, ameddig nyújtózkodhat a Milán. Éppen emiatt van az, hogy ha valaki jön az inoldalon, akkor az auton is valami jelentősnek kell szerepelnie. Hogyha itt az inoldalon azt is hozzávesszük, hogy jelentős fizetésemelést kapott ebben a szezonban Menyan, Theo Hernández, Benacer és Rafael Leao, akkor kell történnie valami olyannak, ami ezt kompenzálja valamilyen szinten. Hogyha ezt azt tudja kompenzálni, hogy a leendő csapatkapitányát adja el a Milán, az rettentő szomorú, de nekem az látszik, kicsit teljesen véletlenül bele kellett ásnom magam a Toulouse-nak a keretépítésébe, meg az ottani politikájában, ami azért érdekes, mert az is a Redbirdé, Jerry Cardinale ott is a vezető, és vagy a Redbird grupé, amelyik a Milánt is birtokolja. És a Toulouse az tipikusan ez a Moneyball csapat, amit szerintem mi szeretünk, nem? Tehát, hogy neked már csak a baseball miatt is szeretni kell. Tehát, hogy szeretjük ezt a játékot, csak azt nem, hogyha a mi klubunkkal játsszák ezt. Egyébként tök jó nézni külső szemlélőként, hogy én... De várjál, Toulouse azok a lilák, ugye? Ilyen igen, nagyon szép. Igen. Kupát nyertek most. Mindig úgy rákívánok valami csokira, amikor meglátom. Kupát nyertek Franciaország, azért is... Megnyerték a kupát? Igen. Azért volt kérdés, hogy ha Milán az Európa Ligában indult volna, akkor két csapat nem indulhatott volna egy sorozatban, mert ugyanaz a tulajdonosa. És a Toulouse egy borzasztó érdekes, nagyon-nagyon okosan felépített projekt, még azért egy szinte, hál' Istennek, lejjebb, mint a Milán. De miért a Milán is az Európa Ligába indulást érő helyen végzett? Igen, de az végül is BR-re lesz elég. Mindjárt beszélgetünk erről is. De az egy érdekesen épülő dolog, és én az ilyen típusú igazolásoknak, mint amilyen Ruben Loftus-Cheek szerződtetésen nagyon tudok örülni. Szerintem... Én ezt onnan tudom, hogy az elmúlt egy hónapban bármikor beszéltünk, a pajzsra emeltett Loftus-Cheeket, és úgy csináltál, mint hogyha, nem tudom, Rivera a reinkarnációja érne vissza. Jó, mondjuk... Nem gondoltam, hogy Origi lesz a megváltó, de többet láttam benne. Tehát, hogy így helyezzük kontextusba ezt a nagy örömet, amit Ruben Loftus-Cheek leigazolása fölött érzek. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nem rossz irány, és hogyha így játszik futballmenedzserest az éppen aktuális tulajdonos, akkor az működhet. De ez rendben van így? Ez rendben van így? Egy Milán szurkolót kérdezik, hogy figyelj, ez rendben van-e? Azért van rendben, mert nekem ez még mindig egyel elfogadhatóbb, mint ami 2,5-3 évvel ezelőtt kinézett, hogy Red Bull csapat lesz a Milánból. Hmm. Az nekem nagyon nem volt rendben. Én az ellen nagyon-nagyon sírtam. De a kínai jobb volt? Hú, dehogy is. Hát... Na, ez igen. Jó, hát a kínai azért volt jobb, mert vagy nem volt jobb, de azért volt reményteljesebb, mert egy ilyen teljes Berlusconi-féle nihil után jött, amikor Berlusconi bénakacsaként gyakorlatilag semmit nem tudott kezdeni ezzel. Na jó, de már akkor nem tudott 5 éve semmit se kezdeni vele. Ez egy nagyon-nagyon hosszú agóniának a végére tett pontot, és aztán egy újabb agóniát kezdett el. Igen. De azt nem tudtuk akkor, tehát hogy akkor még Lee Hong-yong, vagy Hyung, nem tudom, valami ilyesmi, egy ilyen esernyős kép jelent meg róla, mindenhol az futott, de egyébként szerintem azóta se tudja senki, hogy ki ez a csávó. Tehát, hogy... Hát azt tudjuk, hogy pénze nem volt igazából, de hát, ugye látod nem a... Nem volt pénze, vagy tényleg arról... Milánra való elkölteni pénze nem volt.
De hát látod a Barcelonánál, hogy ez se kár. Nem engedték átpumpálni, mert hogy ugye kínai állami befektető volt az ő cégében, mint ahogy egyébként a legtöbb kínai cégben ez így van, és hogy nem engedélyezték azt, hogy abba a svájci alapba belepumpálja a pénzt, ami aztán a Milánt lett volna hivatott fenntartani. Azt nem gondolom, hogy annyira hülye volt Lee Hongjong, hogy elköltött 800 millió eurónak megfelelő yuant a Milánra, és utána azt 320-ért elvitte tőle az Elliot csoport, mert ugye így került az amerikaiak. Lehet, hogy itt az összegek... Igen, mert meg nem volt pontosan ennyi mozgás, csak papíron. Tehát amennyi pénz volt, az, de mindegy. Nem is akarok a gazdasági részébe bemenni. Maldinit siratod-e? Hát, hogy ne siratnám. De csak szentimentális okokból, vagy a munkájáért, amit végzett? Mind a kettő miatt. Én azt gondolom, és itt ez megint csak egy teljesen érzelmi megközelítés az én részemről, hogy én nem látom pontosan azt, hogy ő neki miben, milyen szerepe volt. Hozzákötöm azokat a változásokat, amik a Milánnál fellendülést hoztak nagyon hosszú idő után. Ugye említettük a Berlusconi féle agóniát, aztán utána a kínai időszakot jellemző teljes zsákutcát, ami elkezdődött, és aztán utána szépen az egyébként borzalmasan rosszul induló Elliot időszakot. Ugye emlékszünk arra a szezonra, ami a Covid miatt leállt, hogy hogy nézett ki a Milán, meg az Atalanta, hogy megalázta, meg, és akkor az már... Tényleg, az is volt. Az már a Maldini, meg a Pioli féle, meg az Ibrahimovic féle Milán volt. Oké. Okay. Már amikor nem nézett ki rosszul a dolog, akkor is vezetőségi szempontból azért nehéz azt mondani, hogy itt minden rendben volt, hiszen ha azt nézzük, az elmúlt 3 évben a Milán 3 legjobb játékosa távozott a Milántól, ráadásul ingyen mindegyik. Ugye Donnarumára gondolok, tegyük hozzá egyből, hogy menjen a jobb kapusnála, és ez egy, az nem egy kérdés. Óriási döntés volt, de ott van Csalhanoglu, ott van Kessié. Csalhanoglut nem tartom a 3 legjobb játékos. Na ne idegesítsél halálra, mert szerintem az idei szezonban lehetetlen. Az Interben jó volt, a Milánban soha életében nem játszott. Az utolsó éve azért erős volt a Milánban is, jól játszott. 10-esként. Hát igen. De láttad, ez a sokoldalúsága, mert ő is 8-asnak ment, és szerintem mindenkinek reszketett a pöcsi az Internél, amikor kiderült, hogy Brozovic kuka, Aslániba valami nem bízott, és berakta a 6-osba, és Isten volt. Egyébként érdekes, hogy Aslani meg az albán válogatott, tök jól játszik. Meg az Interben is, amikor játszott. Igen. Ja, nem, itt elvesztette a fonalat. Melyik meccsre gondolt. Igen, de a tavalyi éve az nagyon biztató volt. És hát meg előtte az Emboliban is, hogy biztató igen, volt. Igen, tehát, hogy azt azért láttuk róla, igen, hogy nem egy ügyetlen fiú. Na igen, bocsánat, elkanyarodtunk. Milánnál, hogy Maldinihez pontosan mi köthető, az biztos, hogy igen, amit mindenhol olvasol, hallasz, hogy megkeresett egy játékost, és az, hogy az ő hangja csengett a telefonvonal túlsó végén, az egy olyan plusz, amit senki nem tud produkálni jelen pillanatban, Barézi sem, szerintem a Milánnál. Hát attól függ, hogy hány éves vagy. Hát általában nem 52 éves játékosokat szerződtetni a klub. Igen. De ez egy nagy kérdés, hogy melyikük a nagyobb játékos. Mert nekem az all-time válogatottamban... De én Maldini volt a kedvencem. Tehát, hogy én most azért nem... De te fiatal vagy, és Barézinek már csak a végét láttad szerintem. Hát azért Barézit láttam. Yeah. Nem, jó, talán nem az első, tehát mondjuk az első mozdulatait Maldininek sem láttam 16 évesen, de igen, tehát azért Barézinek a csúcsát láttam. Az olasz válogatottban is, meg hát hogyne, hát melyik volt a csúcs Barézi? A 89, 90-es, meg utána, én azt mondom, a 93-as mondjuk, vagy a 94-es, amelyik a Barcelona elleni. Hát most az csúcs, az majd pont egy nem volt egy jó év, azért is nem is várta senki azt a BL döntő. Az a BL döntő, az volt, de 94 az már nem volt olyan nagyon jó év. Ez a Capello félem. Igen, de az már a vége, ugye a Capello. Igen, de hát mondjuk abban a Milánban azért igen, az összes meccset végigjátszott a Barézi például. Tehát, igen. Igen, és aztán ugye a 94-es VB döntőig elment az ugyancsak Barézivel felálló olasz válogatott. Igen, jó, mondjuk azért ott
akadt mellette még néhány. Nem annyira alkalmatlan futballista. Igen, és többnyire a Milánban voltak fel. Legtöbbjük, igen. Hát egy jó Ciro Ferrarát azért még oda tudnék csapni melléjük. De valóban meg egy... Tassotti kezdett a válogatottban is. Tassotti, igen. Hát a Milán védelem játszott gyakorlatilag. Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini. Igen, nem tudom, hogy Gálli szerintem kerettag volt még, nem? Majdnem biztos vagyok benne. Nagyon vicces. A cserember is. Ilyet mondjál egyébként még egyet a... Talán egyébként a Juventusnak volt ilyen időszaka, amikor még talán Ruganit is behívták, nem? Nem tudom, most itt az utóbbi években, mert ez, mindegy, messzire víz, csak ez jutott eszembe, hogy a Milánról szóló fejezeten, amikor itt dolgoztam, és előszót írtam hozzá, meg nem tudom, én akkor írtam ezt, hogy mindenki arra emlékszik, hogy Csakki támadójáték, és aztán utána a hollandok, hogy úristen, a Van Basten hűlít, és izé, de az igazi olasz fanoknak, azoknak a Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldinire homályosul előtekintete, szerintem így is van ez. Mennünk kell tovább, de még egy milános kérdésem van. Szerinted rendben van-e az, hogy a Milán ezekkel a döntésekkel egyrészt alárug egy rohadt nagyot Piolinak, mert újra ugye mi lehet a cél, semmi más, csak az, hogy odaérjen a BL-ben, és hogy ez itt az elmúlt évek klubfutballjaiból nem hajoz egy kicsit az arzenálos stadionépítés utáni időszakra, és hogy ez milyen érzés ezt látni, mert nekem rossz. És a stadion építés előtti időszakként értelmezzük ezt? Hát azért nem, mert mondjuk ez egy nem volt egy alkalmatlan arzenál. Ja, nem, csak hogy most a Milánnál. Ja? Ugye a La Catedral projekt. Na most hagyjuk is a stadiont, mert abból jó. Mire bármi lesz a világon, az... Ez előbb nem fejeztem be ezt a Maldini is dolgot, hogy neki valójában miért kellett menni, ezt nem tudjuk. Ugye annak idején például, hogyha most itt a friss döntésekről beszélünk, akkor Loftus-Cheek leigazolását meg megkeresését még egész biztos, hogy ő intézte. Ezt ugye itt a napokban, amikor biztossá vált az ő szerződtetése, akkor le is nyilatkozta a másik fél is, hogy a kapcsolatfelvétel beletörtént meg. De Ketelárét is őt hozta. Igen, milyen kiváló lesz ebben a szezonban majd. Meglátjuk, ezt tudom. És amit nem tudok, és kicsit ilyen életszerűtlenek ezek a különböző forgatókönyvek, amiket írtak, hogy azért kellett mennie Maldininek, mert ugye egyrészt az átigazolási politikával nem értette egyet, amit a klub képvisel, másrészt pedig például edző kérdésben ő menesztette volna Piolit, ami egy kicsit furcsa dolog, miközben egyébként a közösségi oldalukra Maldini menesztése után 3 nappal föltesznek egy közös vacsorát. Tehát, hogy te leülnél azzal a vezetővel tárgyalni, akit kirúgtak azért, mert téged akart kirúgni. Tehát, hogy ez ilyen... Nem ezeket sose fogjuk tudni. Nem, ezt mondjuk 10 ember tudja. Tehát, hogy ezt nem tudom, de hogy válaszoljuk a kérdésedre is, hogy mennyire rúgtak. Szerintem nem rúgtak el Stefano Piolinak. Ő eddig mindig tudott abból főzni, ami volt, meg ami a rendelkezésére állt. Más kérdés az, hogy ha itt most akár... Több poszton még kulcsembereket váltanak, meg kulcsembereket cserélnek, akkor azt nem tudjuk pontosan, hogy azt hogyan fogja tudni kezelni, mert az látszott itt az elmúlt években is, hogy azokban az emberekben, akikben ő hisz, meg bízik, azokban nagyon-nagyon ritkán inog meg a hite a későbbiekben. Tehát nagyon sokáig ragaszkodott szerintem, és hogyha hibát kell keresni az ő működésében azokhoz a játékosokhoz, akik egyébként már bőven rászolgáltak volna arra, hogy egy kicsit parkolópályára tegye őket. Kire gondolsz? Hát a kedvenceimre, Junior Messiasre, Salemakersre. Salemakersre csak az Ete elleni meccs miatt fújsz, vagy nem az? Nem, hát nem csak... De mondjuk el a hallgatóknak. Hát, utáltassuk meg mindenkivel Salemakerst. Nem, hát ezt talán mondtam, hogy amikor volt nyáron a Zalaegerszegnél a Milán vendég, szereplőként, akkor a többi Milán játékosnak ez nem okozott problémát, hogy a 8 és 11 év közötti kisfiúknak legalább kiintegessen, amikor az ő nevét kiabálják és skandálják. Szellemek ez meg végigment úgy 120 métert a busz és a zöldöző kijáró közötti szakaszon, hogy a fejét nem emelte föl úgy, hogy a gyerekek már sikoltozva kiabálták a kereszt nevét. Alexis, és annyi nem volt benne, hogy akkor a fejét felemelte volna, és oda biccentett volna. Amit tudom, hogy persze lehet. Hogy haladás szurkoló. Az is lehet, hogy haladás szurkoló, meg az is lehet, hogy éppen akkor kapott rossz hírt, amit a telefonján olvasott. Tehát ez most tényleg viccen kívül nem zárom ki, hogy,
hogy ilyen van. De ez ugyanúgy hozzátartozik egy profi focista életéhez és létéhez, hogy mindenki a vérmérsékletének megfelelően kezeli az ilyen szituációkat. Van, aki oda megy és pacsikat osztogat, mint ahogy Florenzi megtette. Van, aki még alá is ír, ahogy Daniel Maldini megtette akkor, meg egyébként sokan. És mindenki tett valamilyen gesztust rajta kívül, és ezt nem tudom elfogadni. Egyszerűen. De könnyebb lenne elfogadni, ha nem lenne szarfocista ez mellette. Ez így van, hogyha mellette... de egyébként voltak jó meccseinek. Voltak, is. Így ez van. Ragaszkodott hozzá, szerintem ragaszkodott itt a védelemben is olyan döntésekhez, amikhez nem feltétlenül kellett volna, a Jao-nak valószínűleg hamarabb meg kellett volna adni a lehetőséget. Egyébként az nem volt egy rossz innováció itt a szezon közben, hogy a három védőre állt, tehát ugye pont a Tottenham kiverése alkalmával furcsa volt azért. Furcsa, de mondjuk az is sajnos kiderült valamilyen szinten, hogy Jaurnak jelen pillanatban ez az egyetlen használható, tehát azért nem játszotta előtte valószínűleg, mert a négyvédős rendszerben az ő erényei, hogy ilyen egészen finoman fogalmazza, kevésbé érvényesülnek. És hát most ott van Krunic is, én nem tudom, hogy Adli Franks pontosan milyen edzésmunkát végzett, de mondjuk Pobega helyett többször néztem volna őket szívesen, csak hogy kíváncsiságból. Hmm. Nyilván tudja a dolgát Juli, meg nyilván ő látja sokkal többször, mindig ezt el szoktam mondani, hogy mi körülbelül 7-8%-ban látjuk a játékosokat. Még annyit sem. Így van, meccseken. Jó, most már azért a mostani közösségi média elérésnek, meg minden másnak köszönhetően talán a 7-8% az egy ilyen vállalható arány, de a további 92% az könnyebbé teszi az edző számára a döntést, mint hogy nekem kéne elhatároznom azt, hogy kivel állok föl a Salernitána ellen a hétvégén. Na, nagyon megy az idő, úgyhogy lépjünk tovább, és beszéljünk egy picit a Napoliról. Valójában ez egy csoda volt. Szerintem most nem magamat mentegetem, ugye a tavaly szeptemberi jóslataim után nem beszéltünk itt se egy nagy taktikai forradalomról. Tehát nem beszéltünk arról, hogy hirtelen Spalletti, aki egy nem különösebben sokszor nyerő, inkább vesztő, és azt nagyon rosszul viselő, de egy ilyen nagyon kedves valakinek tűnő emberke volt, és mégis valahogy valami olyan extra jött elő, amit nem tudsz csak a játékosoknak betudni. Mi lehetett ez? Hú, hát ahogy itt arról beszéltünk már korábban, hogy az olasz csapatoknak az európai kupa szereplése az hogy alakult. Ez a Napolival kapcsolatban is szerintem egy ilyen év volt, és ez tudom, hogy egy ilyen nagyon megúszósnak tűnő válasz. De nem, mert amúgy se, tehát hiába nézed, olvasod a legnagyobb szakírókat, senkinek nincs exakt válasz arra, hogy miért. Én, akiket ilyen taktikai gurukat, akiket olvasok, azon rögcsértek, hogy a fenébe van ez, hogy 2023-ban, mert 1972-ben volt ilyen, hogy direkt lassan passzolok, mert gyorsan futok helyette. És hogy ezt csinálja a Napoli 2023-ban, ő hihetetlen. És tényleg. Egyrészt, másrészt pedig azért, tehát hogyha itt végig akarunk menni a posztokon, akkor Di Lorenzóról láttuk, hogy egy nagyon jó kis futballista, de azért nem gondoltuk azt, hogy mondjuk Bajnokok Ligája negyed döntőben egyáltalán nem lóg ki a csapatából, sőt. Mário Rui-ról még ennyit sem feltétlenül gondoltunk, de én egyébként nem tartom olyan nagyon jó kapusnak meretet, hogyha most jó, nagyon jó szezonja volt neki is. De most érett be. Igen, tehát de hogyha nagyon fiatal. Emlékszem, hogy megyünk posztonként, akkor ott van meret. Di Lorenzo, Mario Rui a másik szélén, középen Kim Rahmani. Hát azért azt kimondja. Kikérem magamnak konkrétan. De ki mondja meg azt, hogy ez a két csávó... Ez... Giuntoli? Hát... Mert ő megmondta. Mario Rui-t is összeszedte. De nem, mert Mario Rui-nak is jó szezonja volt. Persze. Csak hogy annak idején azt a nagyon gyengén futballozó Mario Rui-t is ő igazolta le. Meg, tehát hogy azért Giuntolinak is voltak mellényúlásai most. Divatpajzsra emelni őt, és emeljük is, mert fantasztikus volt, amit a Napoli ebben a szezonban összehozott, de ez a, van egy nagyon jó folytonosság a Napolinál, ami hát Giuntoli, és megint nagyon nehéz itt a szerepköröket külön választani, és De Laurentiis szerintem
méltatlanul kevés szót, meg kevés dicséretet kap ebben a, ebben a történetben. Pedig... Fényezi magát eleget, szerintem mindenki úgy gondolja. Igen, de igen, de azért itt mindenki Giuntoli és Spalletti szerepét emeli ki első körben. Miközben egyébként Marco Rossival, amikor beszéltem erről, szövetségi kapitányunkkal, ő elsőként De Laurentiist említette, aki azt mondta, hogy, hogy elsősorban az ő nyitottságának köszönhető az, hogy Giuntoli kísérletezhetett, meg folyamatosan tudott olyan edzőket odamenni, akik azért nem feltétlenül passzoltak egymáshoz, mert Sarri-tól Benitezig, meg onnan Mazzarri és Ancelottin keresztül eléggé hosszú ceruzavonal vezet, tehát hogy ott azért nem olyan könnyű összekötni a pontokat. Miközben egyébként az, azt azért hozzá kell tenni, hogy talán, és akkor ebben segítségedet kérem, egy hetedik helyet leszámítva, ez a, ez a Napoli, ez, ez többnyire top 4-es volt. Hát sőt. Szerintem azért csúsz volt, hogy kicsúsztak a négyből, de jobbára ott volt. De mondjuk az első ötben majdnem mindig ott volt a Napoli. Egy rosszul sikerült évet leszámítva. Tényleg, ez egy nagyon szépen tartott színvonal, ami... Plusz két kupa győzelem. Plusz két kupa győzelem, ami egyébként nyilván, és akkor itt lehet azt mondani, hogy ez a szériának is a kritikája, hogy... hogy még a Napoli a gyengébb éveiben is oda tudott férni a dobogó közelbe, vagy akár a dobogóra is. De szerintem itt nem kell feltétlenül ezt nézni. Tudták, hogy a sikerességhez, vagy ahhoz, hogy kompetitívek legyenek, mi kellenek. És ezt azért igen gyakran úgy sikerült megoldani, hogy nagyon kevés volt azon nemzetközi klasszisok száma, akik a Napoliban felelhetőek voltak. Hogyha a mostanit nézzük, akkor... Én azt mondom, hogy papíron egyetlen egy nemzetközi klasszisuk volt a szezon előtt, ez pedig Osimhen, aki hozta is magát azokon a meccseken, amikor éppen elérhető volt, és nem valamelyik egészen speciális sérülését szenvedte el, mert... Idén azért ebbe is előrelépett. Igen, idén csak a kulcsontja volt eltörve. Jó, de az, oké, az van. Na jó, de nem tiltották el azért, mert lefejelte az ellenfél játékosát, meg nem tiltották el, mert blaszfemizálva... Nem tört a sajkacsontja, meg a... Tehát, hogy neki, Osimhen azért egy nagyon hasznos futballista, mert az ember anatómiai tanulmányait is felfrissíti, tehát olyan húzódásokat, sérüléseket, töréseket, szakadásokat szenved, mint semmilyen más futballista. Uh-huh. Tehát, hogy jó, nyilván az arccsontja eltörik több játékosnak, nem ennyiszer, mint Osimhennek, tehát, hogy... De ő volt tényleg az egyetlen nemzetközi klassz, és az nem volt benne, hogy Kvaratskhelia ekkora király lesz, az még kevésbé volt benne, hogy Lobotka ennyire jól játszik, de Anguissa is, én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy láttam én őt már a Fulhamben is, hogy jó volt, meg hogy vannak olyan bizonyos erényei, amik egyébként hasznára lehetnek egy olyan csapatnak, amelyik igazán jól működik, azok most tökéletesen kijöttek. És ez ugyanígy volt az összes, tehát végig lehet sorolni azt a Napoli kezdőt, kiegészítő emberekkel együtt, mert akkor itt jön be Juan Jesus, akit Öztigor, akit meg lehet említeni, és kevesen énekeltek meg, miközben Öztigor játszott szerintem 3 bajnokok ligája csoportmeccsen. De lehet, 4-en. Igen. És Simeone. Gólya is volt. Aki volt kezdő is egy időszakban. Amikor kellett, akkor beszálogatott. Fontos gólokat szerzett a bajnokok ligájában. Tehát, hogy ez volt szerintem a nagyon nagy, és ez az, amit mondjuk előre nem feltétlenül határozhatsz meg. Egy kicsit nekem olyan volt ez a szezon, és lehet, hogy ezzel nagyon nem fogsz egyetérteni, mint Conte első szezonja a Juventusnál. Amikor annyira sok volt a pozitív visszacsatolás az első 10-11 forduló után, hogy egyszerűen ez emelte fel a csapatot. Ettől lett Lobotka sokkal jobb játékos, ettől lett Kvaratskhelia sokkal jobb játékos. Annyival, teljesen egyetértek, egyébként annyival más, hogy itt még ezt az örömöt is érezted. Igen. Hogy, igen. Ezt hogy mindenki mosolyog, és mindenki élvezi, amit csinál. Kontinál meg azt érezted, hogy oké, nyerünk, meg mit, de olyan júvésen. Az életet utáljuk. azért nem, egyébként szerintem az a kettő között még egy nagyon komoly hasonlóság, hogy Ott is egy hetedik helyzet Juventusból lett, aztán egy végül bajnok.
hagyjuk, hogy... Elő és Munterival megütlek, esküszöm. Nem lehet, figyelj, nem, az utolsó történik védem, azt a veretlenül nyerte meg a Juve ezt a bajnokságot. A Napolitól kikapott egyébként a kupa. A kupa döntőben, ott voltam. Ott voltam, Del Piero utolsó meccs volt a Juventusban. Az én közvetítettem pont. Jó, de közben meg... Tehát nem hiszem el, hogy egy Milán szurkoló szívére teszi a kezét, és azt mondja, hogy azt a bajnokságot megnyerte volna a Milán, ha megadják. Mindegy, hagyjuk. A lényeg az, hogy... hogy ugyanaz... Mondd ki, hogy nem hiszed tessé, mert nem megyünk tovább addig. Nem tudom kimondani. Na jól van, ezért számolunk utána. Szám, de nem. Szóval... abban nagyon-nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kaptak a játékosok, és ez főleg azoknak az esetében volt szerintem rettenetesen fontos, akik egyébként nem kellett, hogy annyira higgyenek magukba, mint amennyire aztán később hittek. És én ide sorolom Meretet is, ide sorolom Mário Ruit is, ide sorolom azt a Lobotkát, aki egyébként kiderült, hogy egy egészen kiváló képességű játékos, de mondjuk hol volt az előző két szezonban ez a határozottság, meg ez a fajta vállalkozókedv. Egyébként Lobotkán látszott az, szerintem leginkább, hogy ő azért passzolt ennyit, azért kapott ennyi labdát, azért szerzett ennyi labdát, mert sokkal inkább ott volt az események centrumában, mint az elmúlt években bármikor. Ami azért volt, mert sokkal több felelősséget áll. Felelősséget mikor vállal az ember, hogyha kellően magabiztos. Magabiztos. És ezek szerintem ebből adottak, hogyha nekem a megfejtést kell keresnem, akkor én ebben találom meg. Marha jól sikerült a szezon eleje. Tudom, hogy ez ilyen nagyon bagatell módon. Nem, és nem is tűnt, hogy jól sikerült. Emlékszel, hogy ott valami edzőmeccsen Spalletti lezavarta a pályáról. Osiment, ment ott is, lebegtették ugyanezt. Giuntolival volt valami összeződülése. Meg ott én mondta is, hogy ő elmegy, ő nem akarja ezt, meg nem tudom én. Na mindegy. Na figyelj, nagyon elszadt az idő, és nem beszéltünk a két rómairól és a Juventusról se. Egy szót se. Nem tudom, valakit ki kell hagynunk. Kutyázzuk kicsit Mourinhót. Nem, kössük össze Allegrivel, mert az első, megmondom miért. Abból milyen jó lesz. Nagyon jó lesz, én már most alig várom. Nem csak az első gondolatod volt ez, hogy a progresszív gondolkodású edzők, akik közül ez a két ember lóg ki igazából, és mondjuk ez a két csapat az, akinek a leginkább lóg az orra itt a szezon után, de nem akarok elmenni a Láció mellett se. Igen, egyébként azért is érdekes, meg azért vonható ebbe bele, mert azért Sarri sem a mostani modern értelemben vett progresszív edző, miközben egyébként az, tehát miközben azt látjuk, hogy ő neki nagyon-nagyon felépített, szisztematikus elképzelései vannak arról, hogy milyen focit szeretne játszani, ezt milyen játékosokkal tudja megvalósítani. De többféleből is meg tudja. Igen, és így van. Te tudtad, hogy Vecino 8-asban ennyire jó lesz? Mert én nem tudtam. Ezen már vitatkoztunk egyszer, én azért Vecinótól láttam nagyon jó meccseket, meg nagyon jó szezonokat. Ugye Fiorentina, talán előtte Empoli, utána Inter, azért... Jó, de nem 8-as, nem nagyon 8-asba lehet. Játszott 8-asban is. Hát, jó, de nem csak ez. Felipe Anders centerben. Persze, de ezek mindig együttműködtek jól, és egyébként igen, tehát ez a... Tehát, hogy ettől innovatív Sarri, hogy majdnem ugyanazt a sémát, azt át tudta alakítani úgy, hogy ezeknek a játékosoknak a leginkább működjön, tetszen. Hmm. És igen, szóval csak ennyiben kötöttem ide a Lációt, hogy Sarri szerintem egy progresszívebb felfogású edző, mint Allegri meg Mourinho. Sokkal inkább, igen. És képes arra, hogy nagyon nagyot emeljen játékosokon. Most itt elsősorban nyilván Romagnolira és Casalire gondolok, akik várakozáson föl egyébként, ami nagyon furcsa volt. Mindegy, nem akarok senkit fikázni. Az a lényeg, hogy szerintem az egyik leginkább túl teljesítő csapat volt. Nagyon okosan tették le Európát, semmi értelme nem lett volna nekik, főleg utána, hogy átpottyantak ebbe a konferencialigába, onnan meg aztán végképp semmi, és szerintem meglátták a folyosót. Hogy nézd meg ezt az Intert a bajnokságban, nézd meg ezt a Milánt, a Juvétól úgyis le fognak vonni pontokat, de magától is, ott a folyosó, oda kell beérni, és hát ez a második hely, parádé. Hát, de ezen a folyosón azért nehezebb lett volna végig menni, hogyha... Ha van Európa, igen. Hát, ha van Európa, meg hogyha nincsen egy ilyen
provedeljük, aki teljesen véletlenül, tehát ugye ez azért nem Szárinak a jó szemét dicséri elsősorban. Provede jó volt nagyon. Hogy a harmadik percében a szezonnak úgy alakul. Kiállítatja magát, az új igazolás. Hogy akkor jönnie kell Provede, és kiderül, hogy na, hát ezt így kellett volna kezdeni. Igen. És szóval itt, igen, amikor a sok véletlen, ennyire furcsa összejátszásáról beszélünk, akkor szerintem ezt sem szabad kihagyni. Provedel mennyivel vétett túl az XG-t? Valami 6,2? Igen, sokkal nagyon. Igen, és nem mindegy. Szerintem a Lációt engedjük el, mert csupa jót tudnánk, meg egy órát tudnánk beszélgetni róluk, de szerintem érdemesebb egy kicsit a Rómával, és talán még inkább a Juventusszal foglalkozni, mert ha azt nézzük, hogy a Róma megint európai kupa döntőt játszott, a Juve meg bement a négy közé, és Európa Ligába is az elődöntőt játszott. Tulajdonképpen így a problémákat, amik szemmel láthatók voltak, figyelembe véve vállalhatónak tűnne, de én mégsem tartom egyiket sem vállalhatónak. Különösen a Rómát nem. Tudom, nagyon kevés az időnk, de engedd meg, hogy egy nagyon kicsit hosszabb választok, és talán ezzel egyébként, akik hallgatják ezt a műsort is, kapnak egy kicsit mélyebb betekintést abban, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban hogyan gondolkozom. Az, ahol most ülünk, ez a dolgozószobám. Lényegében így szoktam meccseket nézni azon a tévén, ami ott van mögötted. És ez úgy néz ki, hogy amikor vasárnap esténként ide lejövök, akkor az azt jelenti, hogy elszakadok a családtól. Mert te lejövök az esetek többségében. Most már szerencsére előfordul, hogy a fiammal, most már előfordul az is, hogy néha Csilla, feleségem is velem tart, de a Juventus miatt ezt még megtettem, nem tudom egyébként sokszor, hogy miért, de a Rómánál sokszor voltam most már ebben a szezonban úgy, hogy elkezdtem nézni, és azt mondtam, hogy tüntetőleg ezt a szart nem vagyok hajlandó továbbra is figyelemmel követni. Köszönöm. És az a durva ebben, hogy azért Allegri focia sem szép. Meg az sem annyira attraktív, hogy az embert odaszögezze a képernyő elé. De nekem, és azért mondom, hogy ebben biztos, hogy van egy ilyen érzelmi oldal is, meg azért is indítottam innen, hogy nekem a Róma az már nem ért meg ennyi áldozatot, hogy az egyébként végig focizott hétvégét, mert ugye nyilván itt a Premier League és az egyéb feladataim miatt nekem a hétvégi programom az, hogy 10-12 meccset megnézek, még azzal zárjam, hogy egy Róma Udinézét tekintsek meg, bár az mondjuk pont egy viszonylag gólgazdag, nem a Róma javára billenő. Ez a 4-0? Jó, az nem volt rossz meccs. Nem, de hogy a Rómával kapcsolatban ilyen érzéseim voltak, és csak azért akartam ezt a hosszú bevezetőt, hogy és ennek is köszönhető az, hogy a Rómáról sokszor maradtam le a szezon közben, és amikor esélyt adtam neki, például egyébként a Juventus elleni meccsen, ami szerintem a szezon legrosszabb meccse volt, az a 0-0. Ja, volt egy 0-0. Fú, de rossz volt. Úristen. Akkor mindig azt gondoltam, hogy ezt nem érdemelte meg. Ezt nem érdemelte meg egyébként. És úgy, hogy én imádom Szaniszló Csabit, tényleg ugye 2004 óta dolgozunk együtt, és nyugodtan mondhatom, hogy a barátomnak is tekintem őt, de nem teljesen értem az ő lelkesedését. Várjál, én is nagyon szeretem Szaniszló Csabit, és egy nagyon okos gondolatát, és ugye most egy kicsit meg is kell védenem, mert ő mondta ezt, hogy ugye az a probléma, hogy az emberek megszokták, hogy a Róma egy szép focit játszó lúzer, aki aztán ma valahogy bejön a harmadik, negyedik helyre, de a szép focit játszó lúzer, hallottam a műsorodban. Így van, és én ezt képviseltem, hogy ezt akkor tudod megbocsátani, ha ehhez valami óriási sikerek társulnak, de én nem látom a sikereket. Nem, hát meg arra emlékszem, hogy akkor, amikor először Csabi beszélt ebben a szezonban a Kácsóban, itt nálad, akkor azt majd jársz vissza neki, hogy ez a szezon, hogyha nincs Bajnokok Ligája, akkor kudarc. Nyilván minden föl volt téve erre a budapesti meccsre, nem jött össze. Itt még a bal szerencse is azért ez hozzájárul teljesen, mert... Szerintem a döntőt jól csinálta Mourinho. Amit lehetett csinálni ezzel a döntőben. Az, hogy a kulcsembereit közül mindenki 30, 40, 50, 60 perces állapotban van egy 120 perces meccsre, az
igen, az... Meg ki, szerintem emeljük ki, és mondjuk ki, hogy ez a Róma, ez mondjuk egy 10-es skálán egy 7-es, 8-as csapat, hogyha van benne Paulo Dybala. Ha nincs, akkor meg egy 3-as, 4-es. És ez szerintem nem túlzás, mert körülbelül ekkora. Mert hát, hogy így ugyanez... egyébként a döntőn is. Így van, és ugyanez van vele, kivel kapcsolatban, és mondtad most nem olyan rég, hogy Tonálival, hogy a mellette játszok. Igen. Hát Pellegrini egy semmire való játékosnak tűnik, ha nincs Dybala a pályán. Hát ez semmire való. Hát sokszor, láttam nagyon rosszul játszani, és ilyen dühítően rosszul. De ez meg ilyen Mourinho-s dolog, hogy Wijnaldum a nem is 8-as, hanem ilyen balról induló 10-es, kb. Csatárod. Szóval ezek ilyen... Newcastle-ben játszott ezt Wijnaldum. Igen? Hát nem olyannak tűnt. Én inkább egy ilyen... Hát mert a Liverpoolban nem is. Én ott láttam. De egyébként a holland válogatottban meg a Newcastle-ben neki volt ez a posztja. Tehát, hogy igen, vannak egyébként sajátos elképzelései José Mourinho-nak, amik közül van, ami tök jó például. De hogy például Zalewski, aki az előző szezon egyik legnagyobb meglepetése volt, ő miért nem tudott ugyanazon a szinten teljesíteni a most lezárult szezonban, meg hogy egyébként ezeket is nyilván ő tudja, mint ahogy itt Pioli esetében is ezt már kiemeltük, de mondjuk nálam biztos többször kezdett volna, mint amennyi. Hát főleg, hogy Spinazzolát azért megpofoszta ez a sérülés, az látszik. Voltak nagyon jó meccsei, de mondjuk egy 1000 kilométerre van attól, amit az EB-n a belgák elleni szakadásig láttunk tőle. Hát egyébként ez az Achilles szakadás, ugye... Mindketten tudjuk, hogy milyen. Igen. Tudjuk, hogy milyen. Egyébként Ruben Loftus-Cheek esetében ez az egyetlen félelmem, hogy ő is átesett egyen a pályafutása viszonylag korai szakaszában. De nagyon kevés az olyan focista, aki ugyanazt képes dinamikában vagy egyéb dolgokban hozni. Loftus-Cheek esetében, most tudom, bocsánat, nem akarok megint kilométerekre elmozdulni a témát, azért egy egyszerűbb helyzetről beszélünk, mert egy pályacentrumában játszó, elsősorban a játék olvasására építő játékosnál ez kevésbé jelent problémát, mint egy olyannál, aki a gyorsaságára építve a vonalak megbontásából él a szélen. Igen. Meg a gyors irányváltásokból, hiszen balszélsőt játszik jobblábasként. Igen. Figyelj csak, nagyon fogy az idő, úgyhogy a Juventusról igazából egy kérdést fogunk csak körbejárni. Melyik iskola vagy? A kurva anyád Max Allegri, hogy ezt csináltad ezzel a futballnevű sportággal, és hogy ezt csináld a Juventus szurkolókkal, vagy látsz igazságot abban is, hogy Allegri borzasztó pragmatikusan azt mondta, hogy ez a csapat ez így fog tudni a legtöbb pontot szerezni, és ezzel meg nem, ezzel szerintem nem lehet vitatkozni. Hú, hát én nem mondok soha ilyen csúnyát Allegrire, mert én nagyon szerettem őt. De már te sőt szereted, vagy nagyon, azt hiszem. Nem, kicsit kiábrándultam belőle. Miközben egyébként a második állításod az közelebb van ahhoz, amit érzek egyébként, de azt azért nem tiltották meg szerintem egyetlen egy edzőnek sem, hogy a most látottnál kevésbé beszari és minden kockázatot kerülő játékot erőltesse a csapatára. Én azt hiszem, hogy fölötte leginkább azért járt el az idő, és ez furcsa, mert azért nem egy öreg emberről beszélünk, vagy jelenleg az úgy tűnik, hogy eljárt fölött. Aztán persze képes lehet megújulni, mint ahogy egyébként Stefano Pioli ezt megtette pályafutása bizonyos pontján. Szóval, mert nem hajlandó pontosan azokra az innovációkra, amiktől működik az olasz futball, amiről beszéltünk a legelején, és akkor itt egy nagyon szép keretes szerkezetet az egésznek, hogy azok a progresszív megoldások, amelyek egyébként repítették az Intert, amelyek akár keretépítés szintjén, akár itt a váltások szintjén működtetik a Milánt. Ugye ez a nagyon sokszor egy az egyben embert figyelve letámadó, rengeteget futó foci, amivel a Milán eredményes most már több szezon óta, amivel Italiano Fiorentinája azért nemzetközi szinten is volt képes eredményeket elérni, ami ugye Sarrinál egy tökéletesen kimunkált középső blokkos védekezésben jelenik meg.
de úgy, hogy ezeket megfelelően variálva letámadási sémákkal. Szóval addig, ameddig ezekre nem helyez kellő hangsúlyt Max Allegri, hanem én kizárólag azt érzem, amit ő maga is mond, hogy ő azt keresi, hogy a játékosok hol, milyen pozícióban érzik a legjobban magukat. Ez Rabiotnál lehet, hogy bejön, ugye most... De még egyet nem tudsz mondani, oké, Bremer is jól érzi magát a védelem közepén, meglepő módon. Igen, de szerintem ez pont azt akadályozza, ami például a jelen pillanatban Bajnokok Ligája egy összes csapatot előre viszi, hogy igenis ki kell mozgatni a komfortzónáikból játékosokat, igenis meg kell próbálni olyan dolgokat. Na de várj, most ezt visszadobom a labdát, mert a Juve-ban iszonyú sok játékos van kiforgatva a komfortzónájába. Tehát például Locatelli egy rossz játékosnak tűnik, mert ki van forgatva a komfortzónájába. De játszott máshol Locatelli? Hát nagyon ritkán, és az a baj, hogy ezért lehetett bízni abba egy kicsit, hogy amikor 8-asba föl tud menni, és lesz olyan játékos, ugye Zakariával próbálkozott, aztán, hogy hívják a párizsi, hirtelen akartam mondani a nevét, Paris Saint-Germain-től kölcsön vett és visszaküldött. Kidi már, hogy... Ja, volt római regisztánk. Na tessék! Hülye vagyok teljesen. A VB döntőben is pályára lépett. Paredes, köszönöm. Na. Tehát amikor, hogy Paredes talán eljátsza ezt a hatost, és akkor az azért lesz talán jobb, mert akkor följebb lép, de már Locatelli már 8-asban is rossz volt, nem csak 6-osban, meg egészében rossz volt. Hátrafelé megoldja, de ő nem az, aki. Igen, de azért kérdeztem azt egyébként, hogy Locatelli játszott-e más pozícióban, mert szerintem ezért ebből is fakad, meg itt is itt a probléma, hogy ő azt gondolja, hogy Locatelli így ebben a szerepkörben a legjobb. Egyébként, ha már itt tartunk, és a Napolinál nem említettük, pedig szerintem fontos, ami Allegrinek a korlátja, az én szememben az Rudi Garciának is a legnagyobb korlátja, úgyhogy ez így most jelen állás szerint aztán Rudi Garcia elképzelhető, hogy pont ebben a kis pihenő időszakában más edzővé érett, nem esedett. Allegrivel ez nem történt meg az évek során, amiket kihagyott. Abszolút így van. A visszatérések általában nem nagyon sikerülnek jól. Most itt történelmileg is így visszanézzük, hogy nem tudom én, Trapattoni második Juve-s időszaka is szar volt. Nero Rocco nagyon rossz második időszaka volt, amikor visszatért. Igen, olyat látunk, most például én Angliában tudok olyan mondani, aki hatalmasat lépett el, de azért fiatalemberről van szó, Newcastle-nél Eddie Howe. Ő ugye elmondva deklaráltan ezt az időszakot, ameddig ő nem edzősködött, azzal töltötte, hogy folyamatosan próbálta képezni magát, tanulmányot a komfort. Figyelj, Allegri lehet, hogy nem képezte magát, de kétszer nemet mondott a Real Madridnak a Juventus kedvéért. És ez már elvben egy olyan bizalmi tőke, meg eleve az, hogy amikor ő Contétól átvette ezt a Juventust, 2 éven belül úgy játszott 2 BL döntőt, hogy egészen más csapattal. Tehát az, hogy építkezni is tud, látja, tudja, meg tudja csinálni, víziója is van, mit tudom. És most meg úgy néz ki, mint hogyha... Most nem is tudom. Tehát minden rosszul néz ki. 2 éve itt van a Juventusnál, ugyanazok a csapat problémái, tök ugyanazok. Semmivel, egy dologgal tudott mit kezdeni, most már nem kontrázza szarrá mindenki a Juventus, de csak azért nem, mert 7 ember van a labda mögött állandóan. Igen. És az, hogy a támadójátékra csak annyi figyelem jut, hogy menjetek srácok, valahogy adjátok ott a Di Mariának a labdát, aztán majd lesz valami, de hát Di Maria is nekem hatalmas nagy csalódás volt. Hatalmas. Hát igen, miközben azért ott van egy Vlahovic a csapatban. Na mindegy, ez egy jó erős keret egyébként a Juventus életet. De most Vlahovic is mennyire erős játékos, mennyire jó játékos. Annál mindenképpen erősebb, mint amit a Juventusban ebben a szezonban. Igen, és nehéz dolga is volt, csak közben meg egy idő után kifogytál abból, hogy nem megy hozzá a labda, mert közben azt látod, hogy ha megy hozzá a labda, az 42 méterre pattan el tőle, és az ígyszereit se tudja belőni, nem tudja befejelni. Nem volt egy védőse, aki nem rakta zsebre, kb. Tehát az összes párharca. Nem sikerült olyan. Tehát, mint ahogy egyébként Lautaro Martíneznek is lehetett volna ugyanilyen szar szezonja, mint amilyen Vlahovicnak, de ő
ennél sokkal számára kényelmesebb pozícióban találkozott a labdával, kényelmesebb testpozícióban, és ez valahol az edzőnek a felelőssége, hogy úgy juttasd el a játékoshoz. Igen, egy centernek azért más. Tehát egy center ezt tudja már háttal játszani a kapunak, mert amúgy háttal van a kapunak a meccs felében legalább. Na mindegy, meglátjuk majd ezt is. Tibikém, nagyon elment az idő, szerintem itt tudnánk ülni este 10-ig, és még mindig lenne új téma, ami akkor jutna csak eszünkbe. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, vagy hogy meghívtál magadhoz. Folytatjuk a következő szezon előtt.